Sok-sok tisztelettel és szeretettel köszöntjük ismét kedves hallgatóinkat, nézőinket és beszélgető társaimat is legalább ilyen szeretettel és tisztelettel. A mai alkalommal egy közös beszélgetést folytatnánk. A Föld, a természet világa és az ember eredete óriási kérdés köréről. Mert hogyha az Isten megteremtette ezt a világ mindenséget, és ezernyi, milliárdnyi vagy annál még több égitesttel népesítette be az űrt, vajon mi a helyünk, mi a szerepünk itt? Mit keresünk ebben az óriási űrben, egy parányi kis bolygón, egy félreeső kis helyen, vajon mi az emberi élet célja az Isten teremtése felől közelítve ez a kérdéshez? Hát az ember tényleg próbálja önmagát is elhelyezni a világ mindenségben, mert az bizonytalanságot ébresztő érzés, hogy itt vagyok, de nem tudom, hogy miért. Nem tudom, honnan jöttem, nem tudom, hová megyek, nem tudom, mi a létem értelme, és ezekre a kérdésekre az ember a saját biztonságérzete szempontjából is szeretne választ találni. Amikor emberi elméletek születnek, hogy ennyi milliárd évvel ezelőtt talán valamiféle sejtműködés kapcsán egyszer csak fellobbant az élet egy félreeső helyen, és az differenciálódva hát végül is eljutott odáig, hogy különböző állomásokat érintve végül a csúcson megjelenjen az ember. Ezt igen találékony eszmefuttatásnak lehet tekinteni, de elméletnek. Mert hogy valóság alapja nem igazán van. Legalábbis egy kicsit érzelmileg is és erkölcsileg is lealacsonyító, hogy én hát talán egy őssejtől származtathatom magam, miközben én a teremtés koronájának is képzelem egyidejűleg magam. Tehát hol ezt a belső ellentmondást jó lenne feloldani, és Jobb könyve veti fel azt az örök emberi kérdést, ami Isten és ember párbeszédeként jelenik meg a Biblia lapjain, hol voltál, mikor a Földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Hát mi úgy gondolom, nem merünk arra vállalkozni, hogy valami okosat mondjunk ennek kapcsán saját kútfőből, sokkal inkább szeretnénk a Biblia tanúságtételét segítségül hívni, hogy ezzel a kérdéssel közelebbről megismerkedhessünk. Az Ézsaiás 45. fejezetében van egy nagyon egyszerű válasz erre a nagy kérdésünkre, a 18. versben. Így szól az Úr, aki az egeket teremtette, ő az Isten, aki alkotta a földet, aki teremtette és megerősítette azt, aki nem hiába teremtette azt, hanem lakásul alkotta. Tehát ebből a kijelentésből számomra az egyik nagyon fontos dolog, hogy ő maga mondja meg azt, hogy ő teremtette az egeket, de ezzel együtt teremtette a Földet valamilyen céllal. Számomra különleges kifejezés ez így, hogy lakásul alkotta. Úgy gondolom, hogy természetes számunkra, akár férfiak, akár nők vagyunk, hogy a lakásunkat szeretjük szépé tenni. Ugye mi különösen nők szeretünk díszíteni a lakásunkban, hogy az otthonos legyen, kedves legyen, hogy minden családtagunk jól érezze magát benne. És számomra különleges ez a kijelentés, hogy Isten nem csak úgy valahogy megteremtette nekünk a Földet, hanem lakásul alkotta. Vagyis úgy rendezte be, és olyan módon teremtette meg, hogy mi abban jól érezhessük magunkat. Ilyenkor tavasszal különösen elgondolkozom, amikor pompáznak a különböző színű fák, és ugye utazom és látom, meg kinézek az ablakon, és látom, hogy milyen különlegesen díszítette ki Isten a Földünket, azért, hogy mi jól érezzük magunkat benne. Hogy nem egyféle színű virág van, nem egyféle nagyságú, hanem van kicsi, nagy, különböző színű. A fák sem egyforma színűek, sem a kérgük, sem a levelük nem egyforma alakú, hanem hogy mi gyönyörködhessünk, és valahol ebben is meglássuk azt, hogy mindez mi érettünk van. Hiszen Isten teremthetett volna úgy is egy Földet nekünk, hogy minden csupa barna vagy szürke, de milyen csodálatos az, hogy ő lakásul alkotta, abból a célból, hogy mi valahol
mikor mindezt látjuk, akkor lássuk mögötte azt, aki az egeket is alkotta, és a mi földünket is. Tamási Áronnak az Ábel a rengetegben című munkájában van egy ugyanilyen kérdés, mi végre vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, mintha csak Isten és ember szándéka és igényeit egymásra talált volna, tehát, hogy lakásul alkotta. De ugye a héber gondolkodásban ellentétpárok és gondolatpárhuzamok próbálják a lényeget nyilvánvalóvá tenni. Itt az idézett szövegben ezt is olvashattuk, hogy nem hiába teremtette. Tehát nem öncélú és nem hiába volt a teremtés, hanem céllal, az Isten teremtményekre odafigyelő szándéka húzódik meg benne, amikor lakásul alkotta. Igen, még mindjárt a teremtés gondolataiból szeretnék idézni néhány szót, néhány mondatot. Mondta Isten, teremtsünk embert képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Egy picit az uralkodásról szeretnék beszélni. Szimpatikus kifejezés ez sokaknak, akik valami nagy feladatra vágynak, nem szeretnénk szolgák lenni. Vörös Sándornak jut eszembe az egyik verse, hogy az ember mennyire vágyik arra, hogy uralkodik. Jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Hát nem tudom, hogy Isten pont erre gondolt-e, amikor az embert tevékenységre teremtette ezen a földön. Az Éden kerttel kapcsolatban olvashattuk még máshol azt, hogy művelje és őrizze azt. Az uralkodás, a művelés, az őrzés, az sokkal inkább azt a fajta értékrendet jelent Isten számára, hogy szolgálni, fenntartani, működtetni, gondoskodni annak a folyamatos boldogságáról, működéséről. Isten, amikor az embert megteremtette, nem csupán egy jó létet, egy kényelmet biztosított az ő számára, hanem feltétlenül tevékenységre, alkotásra, további fejlesztésre, fejlődésre teremtette az embert. Mondhatjuk azt is, hogy Isten egy területen létrehozta az Édenkertet, és én úgy tudom elképzelni, hogy Isten vágyott arra, hogy ezt a munkát, a növények ültetését, telepítéseket, a földnek a további művelés alá vonását, a művelésnek nem a mai mezőgazdasági szemléletmódjára gondolok, hanem az eredetire, amit Isten adott, hogy a föld egyre több helyen, egyre gazdagabban gyarapodjék. Ugye ez teljes gazdagságát ide helyezte a Jóisten a földre, a teremtés munkájával a kapcsolatban, és ezt az uralkodást, ez semmiképpen nem egy önző, egy magának mindent megszerző szemléletmódú lényként szeretne bennünket látni, hanem aki azért dolgozik, azért tevékenykedik, abban leli az örömét, hogy a környezet gyarapodjon. Hiszen ha a környezetünk gyarapodik, akkor nekünk is jó helyünk lesz ott. Olyan sokat mondó nekem is, szóval olyan szívet melengető ez a gondolat, hogy Isten, amikor az embert teremtette, akkor saját képére és hasonlatosságára teremtette, és amikor Krisztus eljött erre a földre, és bemutatta, hogy mit jelent embernek lenni, és az embert milyen kapcsolat fűzi a teremtőhöz, hiszen ő egy rövid időre kisebbé tétetett az Istennél, így mondja a Biblia, akkor ő bemutatta, hogy mit jelent az emberi lét érdemi része. Azt mondja, hogy látom tevékenykedni az Atyát, én is munkálkodom. Tehát a krisztusi tevékenységben benne van az Atya önzetlen munkálkodásának a lényege is. És az Isten képűségben van még egy tényező. Azt mondja Jézus, hogy aki látott engem, látta az Atyát. Az embernek az volt a hivatása, hogy az embert szemlélők valós fogalmakat alkothassanak az Istenről. Amikor az uralkodás szót említetted, akkor és a szolgálattal hoztad összefüggésbe, akkor voltak éppen ez jutott kifejezésre. Elgondolkoztató számomra ez, hogy az Isten az általa teremtett embernek azt mondja, hogy ide helyeztelek téged, és itt te uralkodj. Uh-huh.
mint aki rám nézel szüntelenül, hogy hogyan uralkodok én. És ez azért különleges dolog számomra, mert hogy ez jelentheti azt számunkra, hogy abban a környezetben, ahol én vagyok, azon a területen, ahova Isten engem helyezett, az ő fenntartó munkájában részt vehetek, mint ember, mint egyszerű háziasszony vagy családanya, hogy azt a környezetet, ahova Isten engem helyezett, szépé tegyem, és olyan lelkülettel töltsem be, hogy ott mindenki a környezetemben jól érezze magát. És én úgy gondolom, hogy ehhez valóban az Isten képűségünkre hivatkozhatunk, hogy ez az a kegyelem, amit Isten nekünk adni akar. Tehát ezért mondja nekünk azt, hogy ez valami hatalmas kiváltság, hogy ott mi uralkodók lehetünk, de olyan uralkodók, hogy nem aki úr akarok lenni, valaha én is úr akartam lenni, jó, bár jó szolga lehetnék, hanem hogy szolgálva a környezetemet, és szépé téve, és őrizve az értékeket, és gyarapítva azt. Jézus azt mondta, hogy a pogányokon uralkodnak királyaik, ne így legyen köztetek, hanem aki köztetek nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok, és ebben megjelölte az emberi élet lényegi érdemi miben létét is. Hogyha én a rám bízottakért élek, akkor ezzel betöltöttem az Isten elképzelését, amit velem kapcsolatban kiformált, kialakított. Egyetlen ember sem él önmagának, hogyha az isteni példát követi. Nézzük akkor tovább ezeket a gondolatokat. Milyen szavakkal érzékelteti? Erre próbáljunk válaszolni. Milyen szavakkal érzékelteti a Biblia azt, hogy Isten tökéletes mérnöki munkával hozott létre mindent, így a mi bolygónkat, a mi földünket is, hogy itt csodálatos szervezettségben működik minden. Mint az előbb is érzékelhettétek, hogy engem foglalkoztatnak a racionális kérdések is, és megragadó volt például arról tudomást szerezni, hogy ma is jönnek létre csillagok. És pedig az a különlegessége ezeknek, a tudomány csillagbölcsőket tart számon, hogy átmeneti állapotban, tehát mondjuk évmilliókra visszavetítve a csillagok keletkezésének, létrejöttének a problémáját, nem látunk félkész állapotban lévő csillagokat. Hanem ami létrejön, az egyszer csak ott van. És működik, és betölti a helyét ott, ahova éppen került, az Isten örök szándéka szerint. És bennem a fantázia meglódul időnként, és felvetem magamnak azt a kérdést, hogy vajon milyen volt kezdetben az új égitest, ez a föld, amit az Isten lakásul alkotott. Vajon milyen lehetett, hogyha most a tavasz hihetetlen zsongását látva ennyi szépség vesz körül bennünket? Milyen volt akkor, amikor még a bűn nyoma, a romlás virágai nem jelentek meg az ábrázatán? A 104. Zsoltárban van egy ige, ami talán egy kicsit bepillantást mutat nekünk ebbe. Milyen számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Tehát ez a kifejezés, hogy számtalanok a műveid, ugye számunkra megszámálhatatlanok akár a csillagok, de az is, ami ezen a földön van. Akár csak ha virágokat tekintjük, hogy azok megszámálhatatlanok számunkra, és hogy ez mindez Isten gazdagságát mutatja számunkra. Ugye tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy most, amikor már a bűn ennyi mindent megrontott a környezetünkben, és hát sokat hallhatunk, meg láthatjuk mi is a környezetünk megromlását, még mindig ennyire szép. Milyen lehetett akkor, milyen kimondhatatlanul szép, amikor kikerült a Teremtő kezéből? És talán ebben a szépségben, ebben a gazdagságban visszatérhetünk oda, amiről már korábban beszélgettünk is, hogy az Úr szavai és tettei mindig összhangban állnak egymással. A szavai kegyelemmel teljesek, a cselekedetei pedig áldást osztóak. És hogy milyen csodálatos az, hogy ő bőkezűen gondoskodik rólunk. Azt is mondhatnánk, hogy túláradóan, szinte pazarlóan, mert látszólag olyan sok minden megy veszendőbe, és mégis mindenki jól lakhat, és mégis mindenki betelhet javakkal és értékekkel. Olyan szomorú látni, amikor lehullanak a levelek, és milyen jó a sarjadást, a levelek újra előkerülését, a rügyfakadást szemlélni.
Tudjuk, hogy ez nem mindig volt így, de még ebben a sokszor szomorúságot vagy melankóliát ébresztő látványban is ott van az újjáéledésnek, a kikeletnek, az értékek, a szépségek újra megjelenésének az ígéretei, és az ember tényleg, minthogyha valami belső vágyódással már a tél kietlenségét megunva várja a tavaszt. Milyen az a föld, ahol nincs elmúlás? Mert ilyen volt kezdetben. Milyen az a föld, ahol az embert szépségek, értékek, romolhatatlan értékek veszik körül? Már ez is önmagában az embert egy ilyen belső nosztalgiával tölti meg, és egyfajta vágyódással. Milyen jó lesz, hogyha az Isten majd betölti az ígéretét, megvalósítja, hogy új jeget és új földet teremt. Egy keresztény írónőtől, Ellen White-tól szeretnék pont ezzel kapcsolatban néhány gondolatot idézni. A teremtés, és hát egy picit az újjáteremtés gondolatkörében is, hogy a Föld kimondhatatlanul szép volt, amikor a Teremtő keze megalkotta. Az angyalok serege elragadtatással szemlélte a gyönyörű látványt, és örült Isten csodálatos alkotásainak. Amikor a föld már állatoktól nyüzsgött és gazdagon tenyészett rajta a növényzet, akkor helyezte Isten tevékenysége színhelyére az embert, a teremtő művének koronáját, akiért ezt az egész gyönyörű világot teremtette. Megint a szeretet mutatkozik meg, kicsoda is az Isten, gondolkodtunk már erről. Isten nem valami sivatagba, lassú fejlődésre, az ős óceánba tervezte majd valamikor az ember megszületését. Isten szavával egy csodálatos természeti környezetet hozott létre, és ezután következett az, hogy magát az embert, a gondolkodó, szabadon választó, értelmes lényt megteremti. És ami még nagyon szép számomra, hogy örültek ennek, a világmindenség többi teremtményei, az angyalok is. Milyen jó azt tudni, hogy az Isten eredeti céllal létrehozott alkotásai nyomán öröm fakad. Én úgy elgyönyörködöm olykor egy kicsi tehetetlen állat megnyilatkozásaiban is. Például ez az előbb említett írónő azt írja az állatokról, hogy Isten azzal a céllal teremtette őket, hogy az embert szeressék és szolgálják. Hát ha valaki ismer egy kutyát közelebbről, akkor a kutya önfeláldozó szeretetében tényleg az Isten jósága is valahol kiütközik, és amilyen odaadó és ragaszkodó és szinte elolvadó tekintettel nézi egy-egy kutya a gazdáját, ebben is valahol láthatóvá válik az Isten eredeti szándéka. Az ember örömmel néz természetfilmeket is, amikor ezekre a csodákra úgy rávetheti a tekintetét, arra az összhangra, ami a természet világában a rontás ellenére is megnyilvánul, arra sok szépségre, harmóniára. Ahogy például Kosztolányi alul ír, talán nem ideillő a gondolat a halotti beszédben, hogy a fán se nő egyforma két levél. Nincs két egyforma ember. Az Isten a maga sokszínűségében, szépségében, változatosságában hozott létre mindent. Isten egy csodálatos természeti környezetbe helyezte el az embert, és az ember teremtésénél nem az előbbi gyakorlatát követte a Jóisten. Annyira közel akart kerülni az emberhez, hogy saját kezével formálta, így olvashatjuk Jób könyvében, kezeit formáltak és készítettek engem. Bőrrel és hússal ruháztál fel, csontokkal és inakkal fedeztél be engem. Életet és kegyelmet szereztél számomra, és gondviselésed őrizte lelkemet. Nagyon sok minden rejtőzik ebben az ige szakaszban. Egy anatómiát ismerő ember számára is nagyon tanulságos, hogy Isten mennyi-mennyi apró dologra odafigyelt, megtervezte, amikor bennünket létrehozott és a kezével formált, de egy lelkész számára is, egy lelki gondozó, egy pszichológus számára is nagyon sokat jelent ez az ige szakasz. Én számomra talán azt emelném ki, hogy életet és kegyelmet szereztél számomra.
és ezt a teremtéssel egy időben említi Hiob, amikor Istenről gondolkodik, ki is az Isten. Amikor Isten megteremtette az embert, már gondolt arra, hogy a szabad választásunk következtében nem biztos, hogy mindig jó döntéseket fogunk hozni, és nem biztos, hogy mindig Isten szeretett törvénye szerint akarunk és fogunk gondolkodni. Fel fogja ütni a fejét ezen a földön az önzés, aminek a következtében már nem a teremtésbeli állapotokkal találjuk szembe magunkat, nem csak életet, hanem hogyha az élet elromlana, akkor Isten kegyelmet is szerzett. Ezért gondolkodhatunk úgy a teremtésről, mint az újjáteremtés előképéről, hogy Istennek terve van ezt az egész világot, amelyet ő eredetileg szépnek, jónak tervezett elindítani, újra helyrehozni. Már a kegyelmet is eltervezte, hogy amikor emberek majd ezt az Istent megismerve döntéseket fognak hozni Isten oldalán, Isten mellett, akkor ismét visszahelyezhesse őket ebbe a csodálatos természeti környezetbe, amit egyszer már megteremtett ezen a földön. Olyan különleges számomra ebben, amit itt olvastál, hogy Isten a kezeivel készített bennünket, bőrrel, hússal ruházott fel, csontokkal és inakkal fedezett bennünket, hogy mi is mennyire különbözőek vagyunk. Az egyik kedvenc igehelyem a 139. Zsoltár, ahol a következőket olvasom egy néhány versben. Bizony, te alkottad veséimet, vagyis belső részeimet, magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Amit itt szeretnék kiemelni, hogy az ragadott meg engem, hogy mit is jelent ez, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál. A Károlyi Biblia azt mondja, hogy megkülönböztettél. És valahogy ez a kettő kifejezés számomra az, ami nekem azt mondja, hogy igen, mindannyiunkat az Isten különlegesnek teremtett és egyedinek. Tehát én személy szerint, és minden földre teremtett ember, Istennek egy egyszeri és megismételhetetlen teremtménye, akit olyan módon alkotott meg, a belső részeitől kezdve, a testi külső adottságait tekintve, hogy ő alkalmas legyen arra, hogy az Isten képviselője legyen, és hogy megismerhesse őt. És ez számomra azért nagyon fontos, mert sokszor küzdünk mi emberek kisebb rendőrségi érzéssel, hogy ez nem jó rajtunk, meg ez se jó, meg a képességeink se jók, a szomszédé sokkal jobb, meg a másiké sokkal jobb. De számomra ez az Isten szeretetéről, hogy ha én ezt el tudom fogadni, hogy ő engem előre ismerve úgy teremtett, külső és belső adottságaim tekintetében, hogy én alkalmas lehessek az ő képviselésére, arra, hogy én uralkodjak a környezetemben, hogy én jót és szépet alkossak, akkor úgy gondolom, hogy itt ebben annyi az én dolgom, hogy ebbe a tervbe beilleszkedjek. Először is keressem ezt a tervet, azután pedig beleilleszkedjek, hogy az én képességeimmel, az én adottságaimmal, amelyet speciálisan én kaptam, azokkal én mit tudok tenni, beilleszkedve az Isten tervébe. És szerintem ez azért nagyon különleges, mert nekem ez azt mondja, hogy azt az értéket, ami bennem van, azt Isten adta nekem. De adott rész benne, hogy kamatoztassam és fejleszthessem. Nem akarok ünneprontó lenni, de ennek egyetlen óriási akadálya van, hogy az ember szereti önmagát állítani a középpontba. Egyszer láttam egy érdekes, humoros jelenetet, egy szoboravatásról szólt, és a szobor valami hatalmas, gigantikus méretű alkotás volt, letakarva a lepellel, hogy majd avassák, és egy parányi kicsi szószék mögött egy még kisebb ember kezdett beszélni a szoborról. És ahogy a szoborot méltatta is annak az alkotóját, egyszerre csak áttért saját maga méltatására, és ahogy eluralkodott benne ez a vágy, úgy zsugorodott a szobor, és úgy nőtt ő. És ez az ember. Ez az ember nem szeret alkalmazkodni, nem szereti, ha megmondják neki, hogy mit kell csinálnia. A Biblia azt mondja, hogy ehhez, hogy más összefüggésben is elhangzott, a fejben kell eldőlnie valaminek. A Biblia így szól, az Isten jósága az, ami megtérésre indít, ami elgondolkodtat, hogy téged, különben értéktelen embert az Isten miért szeret. Hogy a saját fiát is kész volt oda áldozni, és ez az egyetlen olyan tett,
hogy maga a Teremtő Isten jött el, és adta áldozatul önmagát, hogy elgondolkozzunk. Egy Lator is képes volt elgondolkodni ennek láttán és ennek ismeretében, mert azt mondta, hogy mi ugyan méltán, mert cselekedeteinknek méltó büntetését veszik, de hát ő semmi gonosz nem cselekedett, az ártatlannal való méltánytalan megnyilatkozás és bánásmód, az még a rideg, közönyös emberi szívet is megmozdítja. És itt vetődik fel az a kérdés, hogy vajon az az Isten, aki a teremtményeiért él, aki az önzetlenség törvényét a teremtmények érdekében a legmagasabb szinten maga tölti be, vajon amikor példát ad az embernek, akkor nem az önzetlenségben, a másokért élés magatartásában jelöli meg az emberi élet tartalmi oldalát? Érdekes, hogy Selye, amikor kutatásokat végzett és a stressz elméletet felállította, akkor bizonyos filozófiai összegzésként eljutott erre a következtetésre. Egyrészt megfogalmazza azt, hogy a teremtmények együttélésében óriás szinte egyedi szerepe van az altruizmusnak, az önzetlenségnek, a másokért élésnek. És azt írja a későbbiekben, hogy az ember sejtjei sem létezhetnek önmagukban. Annyira egymásért élnek, hogy ennek eredményeképpen lángolhat fel maga az élet. Viszont ha az ember belső lényében vagy viszonyulásaiban ez megváltozik, és az önzetlenséget felváltja az önzés, azt írja Selye, hogy amikor egy-egy részlegben kikitör egy forradalom, amelyik elfelejtkezik a kollektív önzetlenségről, ez az, amit ráknak nevezünk, és ebbe nem csak az egész szervezet pusztul bele, hanem vele együtt a lázadó rész is saját törekvéseinek áldozatává válik. És ez egy óriási gondolat, és a Bibliával tökéletesen megegyező gondolat. Azt mondhatnánk axioma jellegű megfogalmazásként, az élet értelme lényege az önzetlenség, az önzés pedig a halál útja, az önzés az önmegsemmisülés útja, és az emberre akkor fogja az újjáteremtett földet az Isten rábízni, ha az ember az Isten szeretetétől érintve megtanul önzetlenül élni, mások javára, önmagáról megfeledkezve. Igen, és számomra az, amit már többször idéztünk, hogy az Isten képűségére teremtettségünk mit jelent, számomra azt jelenti, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy mind külsejét, mind pedig jellemét illetően Isten képmása legyen, és hogy tulajdonképpen az, hogy mi föl tudjuk fogni őt, és hogy láthatjuk ezt a hatalmas célt, hogy minden képességgel felruházott ahhoz, hogy ebbe a trendbe illeszkedjünk be mi is. Tehát a képességeink megvannak hozzá, a választásunkon múlik, hogy ezt az életformát választjuk-e. És akkor talán egy ígét idézhetnénk, amiben némi felszólítás, felhívás is van, egy ilyen szeretettől áthatott felszólítás. Az Efézus beliekhez írott levélben Pál apostol azt mondja, hogy hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek. Voltak éppen ez az ember élet célja és az Isten képűség lényege. Isten önmaga képmására alkotott bennünket, és mi szemlélés által ugyanarra az ábrázatra elváltozhatunk. Ez méltó az emberhez, akit az Isten olyan nagyszerűnek alkotott. Mikor látom egeidet, olvashatjuk a 8. Zsoltárban, felteszem a kérdést, hogy micsoda az ember, hogy gondod van rá, és az embernek fő, hogy tudsz felőle, kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, és ebből fakad az uralom. Az önzetlen ember képes és alkalmas az uralkodásra, az Isten elgondolása szerint. Fritz Bádinak van egy könyve, ezt még talán zárásul hadd idézzük, Közgazdász. Érdekes, hogy gondolkodó emberek, mindegy, hogy milyen területen tevékenykednek, nagyszerű gondolatokra jutnak el. Azt írja a könyvében a Versenyfutás a 2000. évig címűben, hogyha ez a föld fennmarad, és érdemes lesz a kormányzásában részt venni, akkor egy dolog biztos, csak a szelídek öröklik ezt a földet.